talán vár. Szívedben szelíd a lázat, belátod hiába lázadsz, bár nem menekülsz, eldobva megy meg. Mit tehet az ember? A szegény szerelmes ember megadja magát. Vajon milyen volt Tolnai Klárival egy színpadon játszani? Mai műsorunkban ezt is megtudhatják. Vendégünk Pásztor Erzsi színművésznő és Csatári Bence történész. Jó estét kívánok! Ez itt a Széles Vásznú Történelem, a Hír TV filmes műsora, sorozata. Mai filmünk Keleti Márton rendezésében 1961-ben bemutatott Nem ér a nevem című film. Vendégem pedig a stúdióban első beszélgető partnerem, Pásztor Erzsi színművésznő, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök itt. Köszönöm kezei szépen. Csókolom. Boldogan jöttem, mert a Klárikáról beszélni egy öröm. Gyakorlatilag az első rész ezzel fog telni, hogy Tolnai Kláriról fogunk beszélni, aki ennek a filmnek a főszereplője. De ha megengedi, akkor javaslom, hogy nézzünk meg egy rövid bejátszót, már csak azért, hogy egy kicsit ideültessük magunk Igen. közé magát, Tolnai Klárit. Lássuk. A nosztalgia járvány ellen úgy tűnik, az új lakótelepek épülettömbjei között sincs orvosság. Az Olimpia Filmszínház nem csak a régi alkotásokat eleveníti föl, s lám a viszonylagosság, ezek között már 20 éve készült filmek is szerepelnek, hanem valóságos élő mozi múzeum. A néző találkozhat a főszereplőkkel és betekintést nyerhet a forgatás műhelyébe. Nagyon jól éreztem magam a film alatt, lenn voltunk Balaton Füreden, ugye emlékszem, szott üdülőbe, ott üdültünk, tulajdonképpen két hónapig csináltuk, rengeteget fürödtünk a Balatonba, teljesen ki volt bérelve az egész strand, úgyhogy alig vettük észre, hogy ez tulajdonképpen munka és filmezés. Közben nagyon kedlemes, szép nyár volt, és kitört egy borzasztó nagy vihar, és hát a Keleti, akiről köztudomású volt, hogy egy borzasztó férfias rendező. Igen. Hát az úgy megrémült a vihartól. Nem találtuk sehol. Egyéb a kapitánnyal összeveszett, hogy azonnal forduljon vissza a hajó, hogy nem vállal a felelősséget. És itt találtuk meg a gyermekbe. Azután sokkal szerényebb volt és halkabb volt. Csodás művészek, Istenem! Hogy ismerkedett ön meg Tolnai Klárival? Egy forgatáson találkoztunk először, nagyon régen, az is legalább 40-valahány évvel ezelőtt, nem tudom pontosan. Rényi Tamás Reménykedők című filmje volt, ahol az anyámat játszotta, egy nagyon rumlis család voltunk, tánciskolánk volt. És az, hogy én először találkoztam Tolnai Klárival, az nekem olyan szívdobogást okozott, hogyha visszagondolok rá, a torkomban dobogott a szívem, annyira tiszteltem, szerettem, és hát ugye csodákat láttam vele színházban, a Rómeó és Júliától kezdve. Nem is tudom, hát tiszta libabőr vagyok, csak ha beszélek is róla, és nagyon szerettem. És akkor hát először csetlettem, botlottam, hogy hát ő mondta, hogy tegezhetsz, mert hát művésznő, mondtam, csókolom. És akkor tőle tudtam meg azt is, hogy egy színésznőt soha nem ménizünk, már mint a külső emberek. Egy színésznő az vagy művésznő, vagy Klárika. De olyan nincs, hogy Klári néni. És akkor a forgatáson nagyon sok lehetőség van a beszélgetésre, ugye? És sokat beszélgettünk, panaszkodott is. És akkor én elájultam, hogy egy ilyen művésznő, mint a Tolnai Klárit is érhet sérelem. És bizony érhet, a színházban minden előfordulhat. Na de aztán úgy alakult, hogy a Madách Színházhoz szerződtem egy pár év múlva, és ott meg rögtön az első szerepem egy Gyurkovics Tibor darab volt, a Fészek alja, Gyurkovics Tibornak az élete, a családja, a Klárika volt az anyám. És akkor már én olyan boldog voltam, hogy vele játszhatok együtt, és utána még játszottunk, az élete utolsó darabját is együtt játszottuk.
vagyis abban is benne voltam. És a nagy színházban pedig a Madács nagyban játszottuk a Mód és Heroldot, amit ő fordított, és úgy adtuk elő. És abban volt egy olyan jelenetünk, ő egy öreg asszonyt játszott, akiben az én 20 éves fiam beleszeret, és el akarja venni feleségül a 80 éves asszonyt. És hát én, mint anya, az őrület határán vagyok, és elmegyek látogatóba az öreg asszonyhoz. És egy ilyen ládán merű, ilyen natúr életet él, fára mászik, jógázik. És ülünk, és ott egy cukortartó, és ő megkínál tejával. És én nagyon elegánsan kalap, fölhajtottam a fájtlat, kavircoltam a teját, és a szöveg az volt, hogy a számba vettem a teját, és ő azt mondja, hogy igyon nyugodtan, ez finom, zabteja. Amire én eljátszottam, hogy a számba van a teja, lenyelni nem tudom, kiköpni nem akar, szóval nem akarom hosszú lére ereszteni, nyílt színi tapsot kaptam rá. És itt történt meg az, hogy amikor ez ugye kiderült a premiéren, hogy ez egy nyílt színi tapsos jelenet, akkor számba vettem, és a Klárika elkezdett csörömpölni a cukortartóval. És nem akartam elhinni, hogy ez létezik, hogy ez a csoda nő, nekem bekavar, hát nem jött be a taps. Nem mondom, hát magamban majd én adok te neked. Addig nem beszélek. Hát soha többet nem csinálta, mert hát ő annál sokkal okosabb volt, és ő tudta azt, hogy ez a jelenet attól olyan jó, hogy mi ketten játsszuk. És hát soha többet nem kavart be nekem, mert előbb mondtam magamban, csörömpölj, törd össze az egész cukort. Nem csinálta többet. És az előadás végén, hát nem tudom elmondani azt, hogy ő egy egészen különlegesen hajolt meg. Úgy ment előre, hogy mindig körbevette, alulról kezdte, fölnézett egész oda, és körbefogta az egész, és úgy hajolt meg. És nekem ez olyan volt, hogy annyira meghatódtam, mert imádta a közönség, és úgy tapsoltak neki, hogy, és akkor minden alkalommal arra gondoltam, hogy Istenem, ha én megérhetnék egyszer egy ilyet. És hát nem dicsekvésképpen mondom, az de most sikerült. Jutottam el oda. Na de volt egy olyan előadásunk, az az utolsó, amit ő halála előtt játszott, a Madács kamarába ment, az is nyáron csináltuk, és a Löffler István, aki a Madács Színháznak volt a titkára, egy tünemény, egy fantasztikus, és abban a darabban én a legvégén jövök, egy dadát játszom, a házhoz kerülök. És csak a végén megyek be, és bementem a Löffihöz, és mindig beszélgettünk. És egyszer meséli, hogy ide jött két öreg asszony Bécsből, hogy a Tolnai Klárit akarják. Lemondtam, nem tudom be, mondta Löffi, nem tudom beültetni önöket, mert nincs még pócég. És akkor az öreg asszony a bottal ott verte a padlót, és azt mondta Löffinek, hogy de, hát ezért jöttünk Bécsből, mert mondták, hogy a Tolnai Klári nagyon megöregedett. És a Tolnai Klári, aki 84 éves volt, és hát úgy játszott, ahogy játszott, csoda volt, ugye? Igen. Hát ez egy csodálatos. Javaslom, hogy egy rövid részletet még itt nézzünk. A végén nézzünk meg a filmből. Igaz, hogy az Alperes jelenlegi élettársa ez a Katalin gyereket vár? Nem a Katalin. Az új. Ön ezt honnan tudja? Ő írta. Leveleznek? Néha. De nem ír feladót. Ön a születendő gyermek miatt kérte a házassága fölbontását? Nem. Elhidegültem. Szabad akarok lenni.
gyönyörű volt, csodálatos volt. Ugye egy ilyen szarukeretes, szemüveges nőből lesz a díva, hát ugye a film is e köré van építve. Tolnai Klári valójában inkább díva volt, nem? Csoda volt. És Mohorán, ahol ő született, ott van az ő emlékháza. Először, amikor oda kerültem, szintén meghívtak, hogy beszéljek Klárikáról. Azt hittem, azt mondtam, hogy Jézusom, a Klári ellopott mindent a színházból, mert az összes ruhája mindene megvolt. Hát kiderült, hogy nem, de igen, azt eltették. És nemrég valaki visszahozta a zongoráját, ő megajándékozott egy családot, akiknek nem volt lehetőségük a gyereknek, és az most felnőtt fejjel vissza, igen, és az is megvan. Csodálatos, és ott mindig vannak ilyen emlékezések. Pásztor Erzsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szépen. Most egy rövid szünet után Csatári Bence történésszel fogjuk folytatni a beszélgetést a film előtt. Folytatódik a Szélesvásznú történelem. Mai filmünk tehát a Nem ér a nevem, Tolnai Klárival a főszerepben. És nézzünk meg egy korabeli filmhíradót bevezetésképpen. Irány a Balaton. A szövetkezeti ipar érdekes új gyártmányát próbálták ki a Balatonon. A vízi biciklit. A vízibicikli többféle formában készül. Az egyik kétüléses típus, mint vízi nyugágy, napozásra is használható. Ma már az üdülők tízezrei élvezik a vizet és a napfényt a Balaton mentén. Napolajozás technikája sokat fejlődött tavaly óta. A legnépszerűbb vívmány a strandolók körében a felfújható gumimatrac. A sekély parti vizek kedvelői a gyerekek. No és a nénike, aki a vízben sem tud elszakadni kedvenc papagájától. Nos, hát igen. Vendégem a stúdióban Csatári Bence történész, szervusz. Szeretettel köszöntelek. Együtt néztük végig ezt a kis híradó részletet. Ugye én 63-ban születtem, két évvel azután, hogy ezt a bizonyos filmet bemutatták, de hát azért nekem még határozott emlékeim vannak a 60-as évek, meg a 70-es évek Balatonjáról, hogyha ilyen olajozó szerkezet, már nem is láttam, de vízibiciklizni még vízibicikliztem, meg leginkább emlékszem, hogy milyen volt az, amikor mint a heringek, tehát ilyen egy, az itt lehetett egy is látni. Kombostűt nem lehetett leejteni, mindenki hozta a kis kajáját egész napra, meg a jó meleg sör ott a napon. No így, ez volt a Balaton, de nem csak ez volt a Balaton, és pont a film kapcsán fogunk most gyakorlatilag a Balatonról beszélgetni. Lehet, hogy megint az én fantáziám lódul csak meg, de ahogy ugye az aranyember Tímár Mihályának az elvonulás valahova, a szabadságba, igen, a romlatlanságba, ez a bizonyos sziget volt. Szerintem ez a 60-as, 70-es évek Balatonja valamilyen funkciót akart betölteni. Igen, csak hogy nem tudta mégsem, hiszen itt azért nem volt, magáról semmiképpen nem beszélhettünk. Hát ugye, ahogy szokták mondani, a budaiak az északi oldalra, a pestiek pedig a déli oldalra tömörültek, és hát persze ez a nosztalgia mai napig is megvan. És talán a Kádár nosztalgiának az egyik alappillére ez a Balaton imádat, amit egyébként részben meg is értek, hiszen csodálatos ez az állóvíz, és tényleg nagy katasztrófa lenne a 2035-re, ahogy mondják, kiszáradt. Egyébként teszem hozzá, 1866-ban egyszer kiszáradt. Már gondolatban felparcelláztak, láttam a katasztrófa térképet, de hát vannak ilyen problémák, hogy voltak ilyen problémák.
meg. Egyébként itt viszont a Balaton partján, ahogy egyébként például a Mátra vidékén, vagy akár Budapesten is, a SZOT, a Szakszervezetek Országos Tanácsa volt az, amelyik megszervezte az itteni üdüléseket. És az üdülés ilyen szempontból egy megint szervezett formát öltött. Keretek közé szorították az embereket. Tehát akár is nézzük, ahogy a Szovjetunióban nem lehetett belépni magánturistaként, csak csoportos utazással, ez is őrület, és ahogy maximum csak 3 évente lehetett menni nyugatra, 60-as években meg még talán úgyse, ez a Balaton adta meg azt a szabadság kis köreit, ahogy bizonyos körökben ezt emlegették, és tényleg bár 3,60 volt a kiló kenyér, de a lángos meg a hek azért már ott is, már akkor is drágább volt. De a Balaton mindig egy kicsit egyrészt a drágoságáról, másrészt pedig hát persze a romantikájáról volt híres. Hogy a SZOT-ra egyébként egy szót még lehet szánni, akkor arról elmondanám, hogy ugye ez egy Rákosiék találmánya volt, ugyancsak szovjet mintára, tehát nem igazán volt önálló ötletük a Rákos rendszer vezetőinek, ugyanakkor eszméletlen mennyiségű beutalót nyomtattak és adtak el gyakorlatilag, nagyon nyomott áron. Egy 1978-as adatot tudok mondani, ott 388 ezer beutaló volt, azt be lehet szorozni négyen nyugodtan, egy átlagos négyfős családdal, bár láttam olyan fotót, ahol a SZOT-nak az archívumában, ahol 10 gyerekes család oldotta meg úgy az üdülését, hogy 2 faházba kellett őket elrakni. De igazából a Szakszervezetek Országos Tanácsa mindent biztosított ott, a napi 3-szori étkezést, az ingyen strandolást, tehát hogy általában ezeknek az üdülőknek volt önálló strandja is, és nem utolsó sorban az esti programokat, hogy megint egy kicsit a kultúrpolitikáról is beszéljünk, azért voltak kultúrfelelősek, ugye ebben a filmben Latabár Kálmán volt az, aki megtestesítette ezt, egy végtelenül szerintem gyenge poénsorozata, amint igazából csak az ő üdítő személyiség tudott eladni a filmben. Kérőtársak, sajnos be kell jelentenem, hogy egy kis baj van. De ez még nem lenne baj. Az a legnagyobb baj, hogy én mondom azt, hogy baj van. Mert én mindig csak akkor mondom, hogy baj van, ha baj van. Ugyanis kérem, arról van szó, hogy a ma estére hirdetett esztrád műsor feleségei nem érkeztek meg. De ez se baj, kérem, mert én már annyi ilyen esztrád műsor láttam életemben, tudom előre, mit fognak csinálni. Ne felejtsük el itt a két fontos szereplőt, ugye Tolnai Klárit, illetve Páger Antalt, akik azért is érdekesek egyébként ebben a filmben, mert Tolnai Klári szotüdülésre ment. 2 hétre ugye gondolkodott rajta, hogy befűzze a befűtjeit, vagy lemenjen Balatonlellére, lement végül Balatonlellére. Páger Antal viszont, és ez számomra is csak a film végén derült ki, saját. Egy kicsit, ugye ő magánzóként ment, kvázi olyasmi volt a szerepe, mint a szintén veled együtt beszéltük meg ugyanebben a műsorban, a Hattyúdalban, ott is egy kicsit a perifériára szorult, körön kívüli ember testesítette meg, itt is. Csak itt még meg volt dobva egy kicsit azzal, hogy nem tudott bánni a nőkkel, ugye esti hírlapban csomagolta a rózsát, amit küldött a Tolnai-nek, nyilván nem volt a legszebb húzás, vagy akkor, amikor kifogta a pontyot a halat, akkor a halat küldte el a hölgynek, és nem jutott eszébe, hogy valami másra kedveskedjen neki. Szóval vannak ebben a filmben poénok is. Ha már így a szóba hoztad, akkor szerintem kukkantjunk is bele egy részlet elejéig, és akkor innen folytassuk, mert szerintem van még valami fontos szerepe ennek a Balatonnak. Magyar Csehszlovák Barátság, ebből címlap lesz, Annuska, kéne, mert maga is ki ne maradjon. Tessék, ide, égni, barátságos arcot, itt vagyok. Igen, tessék, barátságos arcot kérek, vigyázni. 1, 2, 3, 2. Látod? Ez vagy te. Tegnap koszorút veszel, és ma kimaradsz a képből. Nem érdekel. Annyi Bende! Annyi Bende, fotó. Macika, mikor indulunk? Hát jön. Pani Bende, Haragos. Igen. Na, mindjárt visszatérünk egy filmhez is egy pillanatra, de van a Balatonnak még valami szerepe itten a 60-as, 70-es, de megkockáztatom még a 80-as években is.
amit megint csak mondom, személyesen tapasztaltunk, meg a mi generációnk, meg a nálunk talán még fiatalabbak. Kicsit nehéz erről beszélni, de azért világnyelven el lehet mondani. Speciál az én generációm jelentős része, és hogy a fiúkról beszélek, mondjuk így első szerelmi élményeit igen gyakran a Balatonnál, és igen gyakran MDK illetőségű hölgyekkel szerezte. Többnyire ilyen, ebben volt egy kis ilyen menekülés egyrészt, másrészt pedig ők nagyon szívesen vették volna, hogyha, vagy vették, ha magyar fiút fogtak, mert az, hogyha ide tudtak jönni, akkor az már kék útlevél, stb. És nagyon sok német család, akiket ketté szakítottak, ugye NSZKDK-k egyszer fogta, a nyugat-német rokon, meg a kelet-német rokon, ide jött a Balaton, és akkor itt találkoztak. Többnyire a nyugat-német kivett egy egész házat, a Zimmer Ferit, és akkor itt tudtak együtt nyaralni. Ugye jól emlékszem én erre? Nagyon jó, hogy ezt felemlítetted, mert én például pár napja is a Balatonon voltam, volt egy kis vityillunk, és Badacsonyban egy 70-80 között idős házas párral találkoztunk, és elkezdtem velük németül beszélgetni, és ők mondták, hogy ők ott azon a strandon ismerkedtek, meg az egyik kelet-német volt, a másik nyugat, és 40 év vagy 50 év távlatából eljöttek ide nosztalgiázni. Hát még most is felállászor álltam van, hogy ezt elmondom, mert fantasztikus érzés volt velük. Beszéltek kicsit, elmondták, hogy teljesen másképp nézett ki a strand, máshol, ott volt a lángosos, ott volt a... Most semmi nincs ott egyébként. Egy pillanatra visszatérve a filmhez, és Tolnai Klárihoz különösképpen. Ami a korabeli színész világban, mondjuk, ami Mensáros László volt, az arisztokratikus, a lenyűgöző műveltségű, a nyelveket beszélő magyar színész, hát ez volt nőve Tolnai Klára. Igen. Hát ő volt a dámánk elképesztő műveltséggel, zongoratudással, nyelveket beszéléssel, azért ebből olyan túl sok nem szaladgált. Nem, nem. És hogyha figyelme veszünk, hogy 1961-ben, amikor a filmet forgatták, már 47 éves volt, nem is mondanánk meg róla, hogy ő már ebben a korban volt. És nagyon érdekes, hogy már rögtön a film kezdődik, talán a második jelenet, ahogy kipakolja a bírósági tárgyalásra a kis retikűjét, és kiesik belőle minden, tehát azért valami fantasztikus alakítás, mint ahogy az is, amikor átváltozik dámává, és leveszi a 15 dioptriás szemüvegét, ugye a pénztáros, mert ugye a Puskinban a pénztáros nő, és el kell adni a zongoráját ahhoz, hogy egyébként a film szerint ugye ki tudja magát csinosítani. Egyébként, ha egy picit a zongoráról még eszembe jutott néhány zenei betét, azért ebben a filmben is rengeteg zenei etüd található. Többek között például, még amikor van egy badacsonyi jelenet, amikor népzenét játszanak, még ott is egy zárai máta számot, egy 8-10 másodperc erejéig bele csempészett egyébként a háromszoros, akkor már háromszoros Kossuth Díjas Keleti Márton a rendező. Csak félig lenne meg az, ami nincs. Ugye ez egy elég híres dal, és még a Csini Babába is feldolgozták. Sokan azt hitték, hogy ez egy Závodi Gábor. Aztán mondtam, hogy nem, ez Zárai Márta énekelt eredetileg. Szóval, vagy a megy a gőzös kanizsár, amikor ugye Tolnai Klári Budapestről lemegy Balatonlelére, akkor ugye ezt is be, szimfonikus sokkal, de mégiscsak megjelenítik. Meg hát nekem a Balaton a Riviera. Igen, az pont nincs benne, de milyen jó lett, én vártam. Igen, és én azt hittem végig, amíg, hát hogyha valahol meg fog ez a szám jelenni, az ez a film. Igen. Nem is értem, hogy maradt. Szerintem ez egy-két éve későbbi, igen, mert ezt ugye német Lell énekelt, és talán 63-os a dal, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Az biztos, hogy utána 65-ben, amikor disszidált, ugye emigrált Kanadába, és hatalmas üzleti sikereket ért el német Lell, akkor levették a rádió műsorairól, tehát ezt már nem lehetett. Ez is egy kicsit hozzátartozik a korabeli kádári cenzúrához. Szóval minden esetre itt a zenei betétek szerintem elég nagy hangsúlyt kapnak. Mind a mellett például, amikor a válásról beszél, akkor például Gunó Fausztjából a Mephisztó rondója is megjelenik. És amikor meg a Psotta Irén, a társbérlője elkezd ugye ismerkedni ezzel az udvarlóval, akihez aztán később férhez is megy a film szerint, ott pedig szól a Dixieland. Szóval nagyon sok rétű. A népzenétől Dixielanden át a Sanzonig minden megtalálható ebben a filmben. És hát ugye itt most éppen elővettek egy csehszlovák színész sztárt. És miért érdekes, amit mondasz? A filmben, nem tudom, hogy felfigyelt
történetre, kétszer egymás után csehnek mondják. Tehát ezeket a 61-ben Csehszlovákia volt, nem Csehország. És érdekes, az cseh rendszámú kocsi, mondta, ugye Págen Antal kisfia a filmben, és még egyszer elhangzik ugyanez. Tehát, hogy ezt vagy baki volt, nem tudom, ezt nyilván... Azt persze merem tételezni, hogy ebben bármi szándékosság. Igen, az biztos, hogy nem. Mindenesetre így maradt a filmben. Ja, Bence, nagyon szépen köszönöm. Ja, ilyen rövid volt, jó? Sajnálom. 14 perc. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, akkor következzék a mai filmünk, tehát Nem él a nevem, 1961, Tolnai Klári viszi a hátán az egész habkönnyű vígjátékot. Jó szórakozást!